őszinte szeretettel köszöntök mindenkit. Én itt úgy alakult, hogy itt nem lesz bárkor jelentő, de hála Simoni Csannának, a Kordosa Judinnak és Csaba Téló Istennek egy kis állítatban készültünk, fogadják ezt a kis előadás szeretettel tőlünk. Baksa Júlia, már meséltek Jézusról, de azért kérdés szólnék pár szót róla.
Gyertek és kövessetek minket. Égjetek velünk a hitért, a szeretetért és a reményért. Mi nem akarunk többet lenni. Nem akarjuk, hogy a világunk fényesebb legyen a tiédnek ért, mert mi veletek együtt akarunk ragyogni. A gyertyák felálltak, s hangosan kiáltották. Égni fogunk veletek. Az aulában lévő fejünk beszaladt a hangos kiáltozásra, és a nagy látvány áradt elő, amely megszállt sohasem látott. Elszégyelte magát, hogy mindig a középpontban akart lenni, és azt szerette volna, hogy minél többet megcsodálják, hogy kiállt a gyertyák elé, és szót kért. Megköszönte a gyertyáknak, hogy rávilágította, mi a lényeg. Lombolta az oka, hogy az asszony minden esetre ragaszkodott.
mint beteg szilva a fához. És most Bobicskóba várják, hogy kiürüljön a templom. Az ajtóban még mozgás, hát csak ülnek tovább, sőt, Illés a lábát is kinyújtja, mert úgy kényelmesen. Illés nem szereti a dolgást, de egyébként is rájön. Félszemmel oda pislant Mátéra, hogy alszik-e már, mozdul-e már, de Máté nem mozdul. Amilyen kutya fogok ember volt világ életében, azt várja, gondolja Illés, hogy én menjek el. De akkor nem összem, pedig már a gyerekek is elottotta a dénkát, azaz a harangozó, szóval a sekes is. Aztán csend. Illés gondol erre, gondol arra, állát behozza a meleg nyomra valóba, és a szeme szép lassan lecsapódik. Nem, ilyet meg. Ezt igazán nem szabad. S Mátéra néz, aki úgy látszik elad. Ez hát a híres, mosődik el magában. Pedig 3 évvel fiatalabb. Nem nagy idő az igaz, de mégis fiatalabb. Aztán meg milyen sárgán a fej? Na, akár a halotté. Úristen! Csak nem lett vele valami. Harag ide, harag oda, a rohadt szilva is lepotkan egyszer a fához, csendben oda megy Mátéhoz, és kicsit borzolva megérinti a vállát. Hallod ettem, Máté? Máté felhozva. Mi? És néz Illésre, mint a csodára. De vagy az Illés. Én hát. Hát mondok, megnézlek, mert olyformán ültél, hogy nézi egymást a két öreg. A templomban meleg csend. A kőszemnek elmosolyodnak. Kicsit megszédültem, hazudja Máté, de állította, mert tele van a szíve. Szereti most is Illés közel látni. Már elmondott. Hát no, hál' Istennek, akkor menjünk. És egymás mellett kicsozódnak a templomból. Mi volt ez szentökel? Néz fel egy jó kis angyal Szent Péterre, ahogy az ajtó becsukódott. Oly meleg lett a szívem egyszerre. Két ember kibékült, mondja a főszem, és melegen sóhaj. Jaj, csoda, suttogja a kis angyal. Hát bizony, a mai világban. És most mit csinálnak? Nézz utána, fiam. A két öreg közben Illés háza elé jött. Az utca üres, a kémények lánysejmet füstölnek a reggelben, s a kertekben ruhát végén támadnak a fába. Gyere be, Máté! Rég voltál nálad, mondja Illés. Látos ütött a lány. A kis angyal kérdő néz a főszentre. Mi az a látos szent atyám? A toronyban ekkor hetet ütött az óra, s e földi hang, s e földi hangon megnevettek újra a szót. De a mosolygás, mintha ott maradt volna az arcukon. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyességű ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvéreim, Jézus Krisztus a világ üdvözítőjét köszönjük az ő születése napján, amikor én köszöntünk valaki születése napján, azt mondjuk, hogy sok boldogságot kívánunk. Ezen ünnep alkalmával a született ünnepet Jézus Krisztus kínálja föl nekünk a sok boldogságot, az örökké tartó boldogságot. Ezt köszönjük meg neki, hogy egyáltalán invitál. Ennek a megszületett a fiú,
Isten az ő születése által belép lett az emberiség történelmébe, bele avatkozott, úgy tetszik, az emberiség történelmébe. Ezt azzal tudunk igazolni, hogy az evangélista is hozzáfűzi a beszámolójához azokat a helybéli és személyhez kötődő szempontokat, amely alapján bárki tudhatja, hogy egy adott időben és egy adott földrajzi helyen és egy adott történelmi korszakban az Isten belépett az emberiség életében, fia születésében. Ezért hallhatjuk, hogy Augustus császár hívják össze a földkereszti lakosságát, és ehhez kapcsolódva hagyjuk Szíria kormányzójának, Kirillusznak nevét. Ez pedig bennünket megerősít abban, hogy amikor hallunk szép történeteket Jézus Krisztusnak a születéséről, vagy akár ahhoz kapcsolódó népi hagyományokról értesülünk, vagy azokat gyakoroljuk, betlenfelezés, vagy pásztorjáték, vagy egyéb más karácsonyi ajánlat, akkor rádöbbenünk arra, hogy tulajdonképpen azért nem elsősorban ezek a hagyományok, vagy a legendák, mesék világában lévő történetek azok, amelyek megalapozzák a keresztény embernek az életét, hanem valóban a történelemben és földrajzi helyen is megtapintható és megtalálható helyeken és időben itt van számunkra a megváltó, belépett az Isten az életünkbe, az emberiség életébe. Amikor pedig az angyalok öröm hirdetését halljuk, dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön a jó akaratú embereknek, akkor azt is megtapasztalhatjuk, hogy az Isten az első karácsony alkalmával, Jézus születése alkalmával nem csak az emberiség életébe lépett bele, de az egyén, az egyes ember életében is. Itt is, amikor a templom előtti Betlehemet látjuk, vagy a templomban elhelyezett Betlehemet látjuk, amely sokkal régebbi hagyományokhoz vezet, mint a karácsonyban, hiszen ez az Ézsai Szent Kereszthez kötődik, akkor tudjuk, hogy ezzel az eseményen, amelyel Istent láthatunk megszületve emberként, a legnagyobb csodát szemlélhetünk. És hol? Hozzá kell tennünk, hogy az ember számára nem csak 2000 évvel ezelőtt ma sem lenne nagy dicsőség, hogyha nem egy kórház szülészeti osztályán jönne világra egy gyermek. Hozzá tehetjük, hogy nem lenne ma sem nagy dicsőség az, hogyha egy barlangi istállóban jönne világra egy gyermek. Nem csak egy gyermek születik, hanem az Isten gyermeke, Jézus Krisztus, a világ megváltója, akinek az ő megszületése, megtestesülése, élete, tanítása, megváltó szenvedése és halála és feltámadása által is eljuthatott az örök karácsonyra, az örök boldogságra, a
a fölfoghatatlan misztériumot, amit mi Istentől kaptunk, és ezért hálásak vagyunk. Valaki itt kicsi gyermekként mondta, a Betlehemi jászol előtt, a templom előtt felállított jászol előtt, hogy hát, hol van a radiátor. Szent Józsefnek a szeretete, a pásztoroknak a hódolata, kifejezték azt a melegséget, amit a szeretet és a hódolat árasztott bennük, és így tudtak ajándékot adni a szónak a jó értelembe véve, a rabiákot melegként árasztani a kicsi gyermek, megszületett, megváltó felé. Szépféle viselkedés is így imádkozunk. Megpróbálunk mi is olyan módon Isten felé közeledni, hogy az ő társaságához tartozunk. Hogyha nem is tudunk szűzmágiaként, Szent Józsefként jelen lenni, de pásztorként tudunk hódolni, és ha úgy tetszik, Jákor birkaként, bárkánként ott lenni Jézus társaságában, és alázattal hódolni ő előtte, meleget tudunk adni, a szeretet melegét tudjuk adni. Kérjük Isten kegyelmét, hogy ebben a közösségben, amelyben én békesség a Földön, a jó akaratban, a rendben. Ez a mostani.